Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Szép jó estét! Sokan... Szóval az igazság, hogy ma rájöttem arra, hogy lehet, hogy fekvő állapotba kéne tenni a mobiltelefonomat ahhoz, hogy ennek a, hogy ez a live, ez jobban nézzen ki a ti képernyőiteken, legyen az mobil, akár komputer. Kicsit béna vagyok, mert nem tudom pontosan merre nézzek, mert van egy olyan ingerenciám, hogy saját magamat bámuljam, de közben tudom, hogy a kamerát kellene inkább, szóval, hogy ezt bocsássátok meg nekem. Nem tudom, most rájöttem arra, hogy lehet, hogy inkább fekvő állapotba kellene tartani ezt a mobilt, mert úgy jobban néz ki számítógépen, nem mint hogyha bárhogy jól néznék ki számítógépen, de... Szóval, hogy erre jöttem rá. Szép jó estét kívánok mindenkinek! Üdvözlök, drága barátaim! Éva, Zsolti, Laci, Otto, olyan sokan vagytok, hogy őrület. Hoppá, valamit itt elbénáztam. Oké, meg vagyunk. Igen. Steven, Tamás, András, Ági, Tibor természetesen, Kulcsár Tibi barátom. Tök jó, hogy itt vagytok, most már vagy 40, és már 43-an is vagyunk, hogy el is tudjuk kezdeni a tanulást. Érkezett ma egy kérdés. Mindjárt meg is nézek, hogy pontosan mi volt az. És akkor utána egy csomó dolgunk van, mert hogy nagyon izgalmas rész következik. Ugye tegnap befejeztük az atyák tanításainak az első fejezetét, az atyák traktátusának első fejezetét, és most pedig átlépünk a másodikba. Pillanatok alatt megnézem, hogy igen, Barkász Jödön barátunk kérdezte, hogy a megházasodott haszid nők vajon miért vágják kopaszra a hajukat, illetve azt kérdezte kedves Ödön, hogy a haszidizmushoz, vagy haszid mozgalomhoz ma a zsidóság körülbelül mekkora százaléka tartozik. Akkor nézzük először az első kérdést. Ugye a zsidóvallás előírja, hogy házas asszonyok a hajukat ne mutassák. A haj, a női haj szemérmetlen résznek számít. Ó, kedves Tíme, a négyesi Zsolt, Ádám, tök jó, hogy itt vagytok, Gabriella, szép estét neked is. Irén is itt van, úgyhogy tényleg szeretettel köszöntök mindenkit, és az édesapám is megérkezett, a feleségemről nem is beszélve, úgyhogy, és hát a lányom is, Hanna, úgyhogy szuper, mindenki itt van, és itt van Béni is, ez igazán megtisztelő. Szóval, hogy az a kérdés, hogy a haszid körökben miért szokták az asszonyok rövidre vágni a hajukat, vagy akár kopaszra, szóval a helyzet az az, hogy a hajat el kell takarni, csak úgy, mint a szemérmetlen testrészt, vagy mint az olyan testrészt, amely általában takarva van. Az, hogy milyen testrészeket kell eltakarnia a nőknek, vagy hogy milyen mértékben, az részben attól is függ, hogy milyen társadalomban élnek, hiszen a szemérmesség az a társadalom kritériumaitól is függ. Tehát például, mit tudom én, Szaúd-Arábiában, ahol a nők az arcukat is eltakarják, mondjuk mindenki, előfordulhat, hogy zsidó nők számára is ez előírás lehet, hiszen az arc megjelenítése egy ilyen társadalomban szemérmetlennek számít. Fordítva ez kevésbé igaz, tehát mondjuk a nyugat-európai társadalmakban, ahol gyakorlatilag mesztelenül sétálnak a fiatal nők az utcán nyáron, vagy kis túlzással, nem tudom, fürdőruhában, akkor azért a szemérmesség annál többet is megkövetel, mint pusztán azt, hogy az ember erőltesse magára valami ruhát, miközben senki nem hord olyasmit. Úgyhogy hagyományosan a Talmud szerint a nőnek a tért kalácsa, tehát a tértől fölfelé, a combja az szemérmetlenségnek számít, amit el kell takarni, illetve a válla és a felkarja egészen könyökig szoktuk eltakarni, vagy szokták a nők eltakarni a karjukat. És természetesen a hajat. A hajat el kell takarni, méghozzá oly módon, hogy maximum egy ökölnyi, egy tefáknyi rész látszódhat ki belőle. Ugye több módon is el szoktuk takarni a hajat. Bizonyos körökben inkább paróka dívik, bizonyos körökben pedig inkább fejkendő, vagy sapka, vagy kalap, vagy ilyesmi. A lényeg az, hogy a haj megfelelő módon el legyen takarva. Házasasszonyokról beszélünk természetesen. Házasasszonyokról, mármint a fej eltakarása. Az egyéb testrészek eltakarása, a szemérmetlen testrészek eltakarása nem csak házasasszonyokra vonatkozik, az minden lányra is vonatkozik. Egyébként férfiakra is vonatkozik a szemérmesség. Szóval férfi sem járhat félmeztelenül az utcán, vagy akár válkilátszós, nem tudom, trikóban utcán menni férfinek is szemérmetlennek számít. Oké, és akkor mi szerint az közösség válogatja, hogy inkább a paróka az elfogadott, vagy inkább a fejkendő. Konkrétan a Lubavitch Rebbe inkább a parókát részesítette előnyben, a szefárdiak pedig a keleti
a keleti zsidóság pedig jellemző, inkább a fejkendőt részesíti előnyben. Mindkettőnek van előnye és hátránya. A fejkendő az egyértelműen mutatja, hogy az asszony házas, tehát nem összetéveszhető a hajjal. Ugye a modern parókák azok sokszor szebbek is, mint az eredeti haj. A Lubavitcher ebben mégis a parókát szerette, vagy parókát részesítette előnyben, amiatt, hogy egy asszony, hogyha esetleg olyan helyre kerül, ahol esetleg, mit tudom én, hirtelen szégyelni, és akkor levenné a fejéről a takarót, majdnem azt mondtam, hogy borítást, szóval levenni a fejéről a borítást, a takarót, hogyha hirtelen szégyelni, a parokánál ezt ugye nem tudja megtenni, vagy sokkal kellemetlenebb ilyesmit csinálni, hogy egyszerűen szia Judit, gró Judit, szia, jó estét, és itt van Ritter Dolon is, jaj, de jó. Szóval, hogyha az ember olyan helyzetbe kerül, akkor Ács Tibor, természetesen neked is jó estét. Szóval olyan helyzetbe kerül, akkor esetleg lemozdítaná a fejkendőt, a parokára ezt nyilván nem fogja megtenni. Szóval Lubavitcher Rebbe, mesterem, előnyben részesítette a parókát. De még egyszer, igazából minden megoldás elfogadott. A lényeg, hogy házasasszony lehetőleg ne mutassa a haját. Természetesen a saját férje előtt, vagy a szűk családja előtt, az azt jelenti, hogy a gyerekei és a férje előtt természetesen mutathatja, de már miután megházasodott, már a saját szülei előtt sem, nem beszélve már még a tágabb rokonságról, tehát testvér előtt sem mutathatja egy nő, miután megházasodott, Most, ugye sokan, vagy vannak egyes irányzatok, akik komolyan veszik ezt a micvát, ezt a parancsolatot, hogy az asszony takarja el a haját, és a hajtól teljes mértékben, vagy legalábbis elég komoly mértékben megszabadulnak. Azért ez egy nagyon kis része az ortodox társadalomnak, ahol a hölgyek igazán rövidre vágják a hajukat. Gusztus dolga, nincs erre vonatkozólag. A Lubavitcher Rebbe egyébként például kifejezetten nem pártolt, az se pártolt, hogy a nőknek a parók alatt hosszú legyen a hajuk, egyrészt kényelmetlen, másrészt esetleg hivalkodó is lehet, akár a férje számára, ugyanakkor azt sem szerette, vagy azt sem javasolta, hogy túl rövidre vágják a hajat, hiszen a férje számára akkor nem volna kellően attraktív. Szóval, hogy biztos, hogy veszít a hölgyek szépségéből az, hogyha G.I. Jane-re borotválják a hajukat, vagy vágják a hajukat a paróka alatt, és aztán nagyon szép parókákban megjelennek az utcán, és aztán amikor a férje látja a paróka nélkül, akkor pedig hát nem a legesztétikusabb, vagy nem a legcsinosabb arcát mutatja. Szóval, hogy ez mindenképpen kerülendő. Az pedig, hogy hány százaléka az ortodox zsidóságnak az ilyen típus, vagy egyáltalán a haszidok. Ugye a világon él jelenleg a legújabb felmérések szerint körülbelül 14,7 millió zsidó, nem egészen 15 millió zsidó. Ennek meglátásom szerint körülbelül 10%-a lehet vallásos, vagy mondjuk 15%-a, ugye Izraelben talán 10-15% lehet vallásos, vagy ortodox, mondjuk 10%-a lehet körülbelül ortodox, és azon belül pedig körülbelül, mondjuk az ortodoxoknak körülbelül az 1/3-a talán, akik valamilyen haszid irányozathoz tartoznak. Ez azt jelenteni, hogy pár százezer haszid van a világon, nem olyan nagyon sok. Sajnos. A becslések szerint most olvastam valami ilyesmi cikket, vagy valami ilyesmi kutatást. Nem tudom, jó ez, hogy így fekve van a telefon? Ez jobb nektek, vagy rosszabb? Majd kérek valami közönkutatást erről. Lehet, hogy csinálok is általában, lehet ilyet csinálni a Facebookon. Jó estét, Vanda! Szóval, hogy is itt van Bartakó néhány utcával arrébről. Ez mindig nagyon megtisztelő. Jó, valaki kérde, elvált nők kell a kendőt viseljenek? Igen. Igen. Bizonyos esetekben, amennyiben ez hátráltatja az újabb férjkeresésüket, akkor megengedett megszabadulni a fejfedéstől, de alapesetben igen. Ha már egyszer házas vagy, akkor a haj betakarásnak a kötelezettsége fennáll, akkor is, hogyha elválik valaki. Kedves Emese kérdezte, hogy az a nő, aki elvált és egyedül neveli tovább gyermekeit, arra milyen micvák vonatkoznak. Ugyanolyan micvák vonatkoznak rá, mint a házas nőre, vagy mint a nem házas nőre, a hajadon lányra. Ugyanazok a micvák vonatkoznak. Plusz, hogy az elvált nők is, ahogy az előbb említettem, a fejüket el kell takarják, azután is, hogy elváltak. Még egyszer, azon nagyon kevés kivétel mellett, hogyha ez nagy mértékben hátráltatja az ő párkeresésüket egy második házasság céljából. Általában azért a második házasság keresésében a, a,
a vőlegény jelöltek azért szokták tudni, hogy hogy a hölgy már korábban volt házas, azért nem feltétlenül zavarja őket a paróka, vagy a fejbekötés, legalábbis az ortodox körökben. Hát ez így szokott működni. De láttam már olyan esetet, meg hallottam olyan esetről, hogy egy nő kérte, vagy engedélyt kapott a rabbiától. Ilyenkor mindig érdemes törvénytudóhoz fordulni, mit lehet ilyen esetben csinálni, de hallottam már olyat, hogy engedélyt kapott valaki a rabbiától arra, hogy fedetlen fővel menjen, miután elvált, hiszen ezáltal könnyebb volt neki utána férjet keresni. Okay. Menjünk tovább. Van még valami kérdés? Volt még itt valami kérdés? Gyorsan megnézem, futtatom. Hálédék, milyen bizonyítékra hivatkozok általában képviselőnek mondott különösen szigorú szabályoknál? Kedves József, hát a Shulchan Aruchra jellemzően, illetve az azt követő kommentárokra is. Ugye mindig kell tudni, hogy erről majd most mindjárt amúgy is lesz szó, kell tudni, hogy a törvényben van a törvény betűje, és ahhoz képest az ember hozhat, vagy dönthet úgy, hogy magára nézve nehezebb megoldást választ, vagy szigorítást választ. Ugye, hogy nem mindig azért az amúgy sem helyes, hogy az ember mindig a legkönnyebbik, vagy keres mindig kibúvókat, mindig lehet találni valami kibúvót, Jom Kipurkor böjtölsz, hát én nagyon visszatelenzem, viselem a böjtöt, és nagyon-nagyon szokott, elviseletlenül fáj a fejem, mindenkinek szokott fájni a feje Jom Kipurkor 25 óra böjtölés alatt, amikor az ember egy korty vizet sem iszik, és még a száját sem öblítheti ki, mindenkinek szokott fájni a feje, és akkor van, aki, már úgy érzi, hogy őt most már itt mindjárt vége van, mármint neki van vége, és akkor megszegi a böjtöt. Az ember igyekezzék, azért vagyunk emberek, hogy kibírjuk a szabályokat. Az sem feltétlenül jó, egyébként, hogyha az ember csak szigorítást vesz magára, az sem biztos, hogy helyes, az sem biztos, hogy helyén való. Mindenki maga kell eldöntse, hogy egyrészt, hogy milyen szigorúan veszi a törvényeket, másrésztről, hogy akár... Hú, kedves Tamara, visszhangzom, ajvé, pedig a környezet nem változott. Kedves Linda kérdezi, aki özvegy is, arra is vonatkozik. Igen, az özvegyek hasonlóan, mint a házasokra, tehát ott is lehet kivételt tenni, de alapvetően igen, az özvegyekre is vonatkozik, ez így van, kedves Linda. Okay, megyünk tovább. Avot traktátus, második fejezet, Perekseini. Ugye következő, most véget ért az a négy generáción tartó, pardon, inkább 6-8 generáción tartó úgynevezett zugot, amikor párban volt a zsidó nép vezetése, és véget ért Hillel dinasztiális öröklése a Sanhedrin tekintetében, olyannyira, hogy maga a Sanhedrin is véget ért. Tehát az időszámítás utáni második században járunk, körülbelül a 160-as években, az időszámítás előtti második század felénél körülbelül, amikor is megjelenik a színen a zsidóság vezetője, akit úgy hívnak, hogy Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Yehuda a fejedelem. Azért volt ő fejedelem, mert ő vette magára a zsidó nép vezetését. Rebinek szoktuk őt hívni, Rabbi vagy Rebi, aki csak egyszerűen úgy referálunk rá, mint a Rabbi. A Rabbi, a történelem nagy tanítója, Rabbi Yehuda, aki az időszámítás utáni második században volt a zsidó nép vezetője. Jó estét, kedves Krisztián, már hiányoltalak, hol voltál eddig? Ennyi. Szóval, hogy, és kedves Tíme Rákos is itt van, neki kifejezetten örülök, Katalin is megjelent, itt van a bátyám is, hurray! Üdvözlök mindenkit, aki most kapcsolódik be. Szóval, hogy Rabbi Yehuda Hanasiról sokat olvasunk a Misnában, sokat olvasunk a Talmudban, annál is inkább, mert ő volt a Misna szerkesztője. Tehát ő volt az, aki magára vette azt a feladatot, hogy a Misnát lejegyezze, azaz lejegyezze azt a szóbeli tant, amit őt megelőzően cirka 1400 évvel Mózes kapott a Teremtőtől a Sinai-hegyen. Rabbi Yehuda Hanasi ezt a 14 évszázadon keresztül szóban öröklődött tant, ami mesterről, tanítványra, atyáról, fiúra szállt, ezt jegyezte le, szedte rendszerbe, és gyűjtötte össze mindazt a tudást, ami ezzel alatt majdnem másfél évezred alatt összegyűlt.
ezt leegyezte, kategorizálta a törvényeket, témakörök szerint rendezte, és megszületett a Misna című mű. A Misnának a szerzője volt ez a Rabbi Yehuda HaNasi, Rabbi Yehuda a fejedelem. Akiről sok érdekes dolgot kell tudni, az egyik érdekes dolog, amit kell róla tudni, hogy rendkívül gazdag ember volt, nagyon jó módú ember volt, és nagyon jó viszonyt ápolt az akkori római uralkodóval. Ezért lehetett az, hogy Rabbi Yehuda le tudta írni a Misnát, mert az ő életében volt egy körülbelül négy, kedves Krisztián, nem baj, örülök, hogy itt vagy, és kedves Erika, szia. Szóval, hogy azért tudta leírni a Misnát, mert volt abban a korszakban körülbelül 40 év, amikor békeidő honolt a zsidók és a rómaiak között. Míg azt ugye körülbelül 100 évvel az első jeruzsálemi szentély vagy a második jeruzsálemi szentély lerombolása után járunk, amikor a zsidók döntő többsége már bőven a Szentföldön kívül élt, már a második szentély alatt is a fele körülbelül a zsidóságnak a Szentföldön kívül élt, majd több mint a fele. De eddigra már a zsidóságnak mint egy 15-20%-a, maximum inkább 10-15%-a élt a Szentföldön, vagy maradt a Szentföldön. Kedves Szilágyi Tamás, a szentély lerombása után hol működött a Sanhedrin? Az lerombás egyébként nem 71-ben volt, hanem 69-70-ben. A Sanhedrin Javnéban működött. Javné az Jeruzsálemtől cirka 20 kilométerre van, 20 kilométerre, 15 kilométerre van délre, egy Javné nevű város, és ott működött a Sanhedrin egészen azon időkig, ameddig utána már nem működött tovább. Hát vagy, hogy ne olyan, én melekhajlom, sákolni a bivarai. Oké. Szóval, kedves Lili, jaj, de jó, hogy itt vagy, hurray! Üdvözlöm Áront és Natánkát, természetesen szüleidet is. Oké. Szóval, hogy Rabbi Yehuda ekkor, itt ekkor élt, ebben a korban, és nagyon jó viszonyt ápolt az akkori római uralkodóval, akit úgy hívtak, hogy Marcus Aurelius, sok Marcus Aurelius nevű római uralkodó volt, vagy többen is viseltek ilyen nevet, ezt az uralkodót úgy hívták, hogy Marcus Aurelius Antoninus Pius, Antoninus Pius, vagy Pius. Ez volt az ő neve, és ő egy nagyon felvilágosult, és nagyon, egyébként nagyon prolifikus, sokat írt ez a császár, megvannak az iratai, egy része az, ha jól tudom, akkor ma is ismert, Marcus Aurelius iratai, és jó kapcsolatot ápolt Rabbi Yehudával. A Talmud elmeséli egy helyen, hogy a világon két olyan ember volt, akinek friss zöldség és gyümölcs volt minden nap az asztalán, az egyik Marcus Aurelius volt, a császár, a másik pedig Rabbi Yehuda HaNasi, Rabbi Yehuda volt a fejedelem. Marcus Aurelius egyébként júdeai helytartó volt. Jellemzően nagyon érdekes, mert a legtöbb római császár, miután a rómaiak ugye elfoglalták Júdeát, Szentföldet, azután a legtöbb római császár, vagy a császárok egy jelentős része római helytartó, vagy micsoda, júdeai helytartóból vált császárra. Ilyen volt számos császár, többek között Titus is. Nem, hogy is? Nem, az hülyeséget beszélek. Oké, de sokan váltak császárra. Marcus Aurelius is így volt. Ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy a legkeményebb katonákat küldték a Szentföldre a rómaiak, mert Júdea az egy ilyen nagyon háborgó. Szóval míg más provinciákban, míg más római tartományokban békés volt az élet, persze leszámítva mondjuk Galliát az Asterix-féle sztorikból, de alapvetően jellemzően békés volt az élet. A rómaiak elég sok évszázadon keresztül relatív kis erőfeszítéssel tudták megtartani ezeket a tartományokat. Júdeában folyamatosan balhé volt, felkelések, lázadások a római elnyomás ellen. Ugye hát ezért tudunk olvasni mondjuk például Josephus Flavius írásaiban, a zsidó háborúkban, vagy a zsidók történetében is. Szóval, hogy Vespasianus és Titus, köszönöm Ács Laci, Titus is akkor, jól emlékeztem, Titus is római helytartó, vagyis a júdeai helytartó volt, Vespasianus császár ugye pedig a szentély lerombolása akkor, szentély lerombolása idejében vált császárra, ahol a Talmud egy érdekes történetet is elmesél erről, ahogy Johanan ben Zakkai rabbi találkozott az akkor még júdeai helytartó Vespasianussal, és megjósolta neki, vagy pontosabban úgy köszöntötte Vespasianus, hogy üdvözlégy császár, mire Vespasianus azt mondta, hogy ezért ez halálos bűn, hogy engem császárnak hívsz, hiszen nem is vagyok császár, mire ebben a pillanatban belépett egy római
futár vagy hírnök, és közölte Vespasianussal, hogy Rómában a szenátus, vagy meghalt a korábbi császár, és Rómában a szenátus Vespasianust választotta császárra, mire aztán Vespasianus annyira megörült ennek a hírnek, hogy természetesen megbocsátott az ag rabbinak, és teljesítette három kívánságát. Az egyik kívánság az volt ennek a rabbinak, hogy hagyja élni a Sanhedrint, vagy hagyja működni a rabbinátust, Jávnéban, adja neki oda Jávnét és az ott lakozó bölcseket, úgyhogy így tovább tudott működni a Sanhedrin még cirka körülbelül 70 évet, 60 évet. Rabbi Yehuda Nassi idejében, tehát az időszám a második század közepén, köszönöm, nem helytartó volt, a Judea háborút vezette, köszönöm Ács Laci a korrekciót, köszönöm. Szóval, Rabbi Yehuda Nassi pedig a második században, és ő volt a Misnának a szerzője. Úgyhogy csak elegánsan úgy szoktuk ott hívni, hogy Rabbi. Okay. Mit mond a Misna? Ez az első mondás, az első Misna a második fejezetben. Rabbi Yehuda, Rabbi azt mondja, a következő dolgot mondja. Rabbi Omer, Eizohi Derech és Rási Yavolo Adam, praktikus életviteli tanács. Melyik az az út, amelyet az ember válasszon magának? Melyik az az egyenes út, amelyet az ember válasszon magának? Vagy magyarul milyen életvitelt éljél? Mi legyen a te mottód? Milyen szemüvegen keresztül vizsgáld a világot? A kol se hiti feretleo, szejáveti feretlo minhádám. Olyan út legyen az, ami dicsőséget szerez a teremtődnek, és dicsőséget szerez az emberek szemébe. Magyarul olyan életet élj, amely mind az emberek szemében tetszetős, mind az emberek nem találnak benne kifogást, illetve a teremtő maga sem talál benne kifogást. Ugye ez elég jól hangzik, nem egy túlságosan könnyű vállalás, de Rabbi Yehuda Nassi elmondja, hogy hogyan kell ezt elérni, hogyan tudja az ember ezt elérni. Mindjárt elmondja a végén majd. Ve hevéz zahírbe mitzvá kala kebehamura, legyél olyan óvatos a könnyű micvákkal, a kisebbnek tűnő parancsolatokkal, mint a kemény, vagy a nehéz, vagy a nagynak tűnő parancsolatokkal. És Einatajodea Matansz Haransel mitzvot, mert az ember nem tudja a micvák, a parancsolatok jutalmát, nem tudjuk, hogy a teremtő szemében, ami számunkra kicsi parancsolatnak, egyszerű, könnyű parancsolatnak tűnik, vajon a teremtő szemében mennyire súlyos, vagy mennyire értékes, és lehet előfordulhat az, hogy ami számunkra nagyon nehéz dolognak tűnik, vagy nagy dolognak tűnik, az a teremtő szemében rendkívül kis, ha úgy tetszik, kis jutalommal bír. Tehát az ember nem érlegeljen a micvák között, nem érlegeljen a parancsolatok között, hiszen nem tudja a parancsolatok súlyát, nem tudja a parancsolatokért kapott jutalmat. Ve hevei mehasev, hefszed micvake negezhará, és egy micvának az elmulasztását a keresett vagyonnal, vagy az ezért keresett pénzzel szemben nézd, vagy a micvák elmulasztása közben szerzett vagyont, azt annak súlya, annak fényében nézd, hogy miről maradtál le, amikor a micvát nem teljesítetted. Mindjárt elmagyarázom, hogy miről van szó. Uszhára vér, aki negethev szeda. És ugyanígy a bűn esetén ott is mérlegelt, hogy mit nyertél azzal, hogy elkövetted azt a bűnt, cserébe, hogy mit vesztesz azzal a bűnelkövetés által, hogy milyen büntetést kapsz, milyen rossz dolgot fog következni. És a végén pedig az, hogy hogyan lehet elérni, ugye megmondja Rabbi Yehuda Nassi, mindjárt elmondom az egész misnát részletesen, de a végén pedig elmondja Rabbi Yehuda Nassi, hogy hogy tudja az ember elérni azt, hogy egy olyan életvitelt éljen, ami dicsőséget szerez az embertársai szemében, csak úgy, mint a teremtő szemében. Hisz takelbe slosadva rém, és figyelj három dologra, három dolgot tarts észben, vagy tarts figyelemmel, ve énat a báli délvére, és akkor nem kerülsz a bűn kezébe. Mi az a három dolog? Da le mála mimach, nézd azt, hogy mi van fölötted, vagy ki van fölötted. Ain roe ve ozze somát, látó szem és halló fül, ve holmászeha be szefer nichtavim, és minden cselekedeted egy könyvbe van feljegyezve. Elég nagy mennyiségű információ, elég azt hiszem ezzel el leszünk ma ezzel a misnával. Ugye mit is mond Rabbi? Először is nézzük meg, szedjük darabokra. Először is azt mondja Rabbi, hogy az ember, ha kíváncsi vagy, hogy mi az az életmód, amelyet élned kell, amely a legegyenesebb, a legtisztességesebb életmód, ami csak lehet, akkor az életmód, amely dicsőséget szerez az emberek számára, és a teremtő emberek szemében is, és a teremtő szemében is. Ugyanis előfordulhat az, hogy valami kedves a teremtőnek, de az emberek szemében értéktelen. Ugye?
Sajnos például manapság azt, hogyha valaki, hogy az előbb beszéltünk szemérmes öltözködésről, a mai 21. századi nyugati társadalom nem értékeli azt, hogyha egy házas asszony szemérmesen öltözködik, és nem pedig kirívóan. Sőt, a mai nyugati társadalom, mintha jutalmazná azt, hogyha valaki kihívóan öltözködik, vagy szemérmetlenül viselkedik, vagy szemérmetlenül öltözködik, ugye? Tehát valami, ami a teremtő szemében rendkívül értékes, az az emberek szemében vagy értéktelen, vagy kifejezetten negatív. És előfordulhat, hogy van, ami az emberek szemében értékes, és a teremtő szemében kifejezetten értéktelen vagy negatív. Ugyanezt a példát tudom mondani, a szemérmetlenség, az sokszor, a szemérmetlenség sokszor a, például a nyugati társadalomokban, vagy a nyugati világban úgy tűnik, hogy mintha erény lenne, hogy valaki minél szemérmetlenebb, az mintha erény lenne, a teremtő szemében pedig utálatos. Okay? Tehát előfordulhat, hogy ez a kettő nem találkozik. Nem feltétlenül ugyanaz értékes az emberek szemében, mint Isten szemében. A cél az az, hogy minden cselekedetünk és az életvitelünk olyan, amely dicsőségre méltó az emberek szemében is, és a teremtő szemében is. Hogyan lehet ezt elérni? A misna végén kapjuk meg rá a választ. Úgy lehet ezt elérni, hogy az ember három dolgot vesz figyelembe, és akkor nem kerül bűnbe, akkor képes lesz egy olyan életmódot élni, amely értékes a teremtő szemében. Mi ez a három dolog? Az egyik az, hogy tudja az ember mindig, hogy mi van fölötte. Mi van fölötte, vagy ki van fölötte, egy látó szem és egy halló fül. Tehát az ember azt a három dolgot kell figyelembe vegye, hogy látó szem, halló fül, és az, hogy minden cselekedete egy könyvbe van beírva. Látó szem és halló fül, ez azt jelenti, hogy minden, amit mondunk, minden, amit gondolunk, és minden, amit teszünk, ezt a teremtő látja. Az ember soha sincsen egyedül. Ami egyrésztről, kedves Károly, hogy szokták mondani, ami nem eladó, nem teszünk a kiragadba, így van. Igen, ez a szemérmesség. Jó, ez egy jó mondás. Csak sajnos az a baj, hogy a 21. századi társadalomban eladó. Az a baj, hogy a házas asszony is úgy érzi, hogy ő eladó annak dacára, hogy már házas. Sokan, nem? Természetesen nem mindenki. Mit jelent a látó szem és a halló fül? A mai ember ezt nagyon könnyen megérti. A mai ember sokkal könnyebben tud viszonyulni, vagy tudja elképzelni, hogy milyen is lehet az, hogy minden cselekedetünk egy könyvbe van bejegyezve. Ugye az ókori embernek ehhez kreatív képzelőerő kellett, ez valamiféle kreatív asszociációs készség kellett ahhoz, hogy a középkori vagy az ókori ember megértse azt, hogy milyen az, hogy minden cselekedetünk egy könyvbe van felírva. Ma pedig tudjuk, hiszen a videokamerákkal ez történik, ugye a Big Brother című tévéműsorokban is, ugye ez történik. Az ember élete minden cselekedete kamerákkal van fölvéve, és minden, amit mondasz, minden, amit kiejtesz a szádon, azt egy diktafonnal fölveszi, kavéjahol, kvázi. Isten mindent lát és mindent hall. Az ókori ember azt gondolta, hogy ha bezárkózik a szobájába, és becsukja az ajtót, akkor ott egyedül van. Ezért kellett számára ilyen deskriptíven, ilyen leíró módon értelmezni azt, hogy mit jelent az, hogy Isten mindenhol ott van, és Isten mindent lát. Ma már ezt tudjuk, hogy amikor fel fogunk kerülni 120 év után a teremtő színe elé, akkor elhagyjuk ezt a világot, akkor le fognak minket ültetni egy kanapéra, és egy videó vagy DVD lejátszón meg fogják mutatni nekünk, le fogják játszani az egész életünket. Le fogják játszani az egész életünket, és ott fog ülni mellettünk a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink, az összes felmenőnk, és Mózes, és Ábrahám, és Izsák, és Jákob, és Áron, és Dávid, és Sam, mindenki ott fog ülni, minden szent, minden híres cádik ott fog ülni a körülöttünk, és fogja nézni az életünk videóját. Hát ennél, ugye ezt mondani se kell, az én életem biztos, gondolom a tietek, nem? Az én életem biztos olyan, hogy vagy történtek benne olyan dolgok, hogy lehet, hogy esetleg feszengenék azon a kanapén, amikor ezt újra mutatják, akár csak saját magam számára, saját magam előtt is feszengenék valószínűleg a kanapén. Zárójelben jegyzem meg, amikor a zsidóság ezt tartja, ezt a fajta szégyenérzetet, ezt tartja a pokol tüzének. Amikor arról beszélünk, hogy a pokol tüzén fog égni valaki,
amikor arról beszélünk, hogy a pokol tüzén fog égni valami, akkor nem valami fizikai égést kell elképzelni, hogy Dante leírta, hogy nem tudom, ilyen nagy üstökben az ördögök főzik az embert. Erről szó sincsen, hiszen a világ, ahova kerülünk, az nem egy fizikai világ, az egy spirituális világ, csak a lelkünk kerül oda, a testünk nem. Mi az a tűz, amivel a pokol égetni fog bennünket? Milyen tűz tudja égetni egyáltalán a lelket? A lélek az még egyszer egy spirituális dolog, nem egy fizikai. A tűz nem fog rajta, nem égeti a lelket. Mi az a éget? Az a szégyennek, a szégyennek a tüze, a szégyennek, ugye a szégyen éget, amik a fizikai testünkben is, amikor összeszégyeljük magunkat, amikor elszégyeljük magunkat, nem, amikor összeszégyeljük magunkat, azt mondom, az nem az, amikor elszégyeljük magunkat, akkor kivörösödünk, akkor felmelegszik az arcunk, hirtelen elkezd dobogni a szívünk, felmegy a vérnyomásunk, ugye? Egy melegség áraszt el bennünket. Ez a pokol tüze, az nem más, mint a szégyen tüze, amit akkor fogunk érezni, amikor levetítik előttünk életünk filmjét, és ott fogunk ülni, és meg kell magyaráznunk, hogy mit is csináltunk 2020 április 30-án. Ha erről kell beszélni, akkor majd nagyon jó lesz, mert azt fogjátok mondani, hogy Tórát tanultunk a Lekvár és Jen Facebook oldalon, és akkor minden jó. Hogyan tudja az ember elkerülni egyébként? Hogyan tudja az ember elkerülni azt, hogy ezt a filmet végig kelljen néznie? Hogyan tudja elkerülni ezt a szégyen? Meg kell bánnia a bűneit, csúvát kell csinálnia, azaz bűnmegbánást kell végezni. Ha az ember bűnmegbánást végez, akkor őszintén, tiszta szívvel, nem csak mondja, hanem úgy is gondolja, és őszintén, tiszta szívvel megbánja a bűneit, akkor minden, amit addig csinált, a videószallag, vagy a felelősségre vonás, mindjárt beszélünk, és mindenki végignézi a másikét is, kedves Csilla, erről beszélek, igen? Igen, azt nem tudom, hogy mindenki, de igen, hát külön, a szégyen, amit érzek, az annál nagyobb, először is magam előtt, ha csak én tudok róla, meg a teremtő, már az magam előtt azért fogom szégyelni magam, mert mikor oda kerülök, a túlvilágra kerülök, akkor már fogom tudni, hogy mi az, akkor már igazán fogom tudni, biztosan fogom tudni, mi az értékes a világon, és mi a haszontalan. És fogom látni, hogy én micsoda haszontalan dolgokkal foglalkoztam a földi életem 120 évében, hogy mikkel vesztegettem az időmet, ahelyett, hogy fontos dolgokkal is foglalkozhattam volna. Ez már magam előtt is szégyen teljes lesz, már magam előtt is szégyelni fogom magamat, de természetesen képzeld el, hogyha még ott ül melletted a szüleid, a nagyszüleid, Mózes, ott ül melletted a Lubavicsi Rebe, és az összes nagy szent és cádik, aki lelke már a más világon van, ez elképzelhetetlen. Erre hívja fel a figyelmet Yehuda Hanasi, hogy ne felejts, ha ez az ember folyamatosan ezt tartja a fejébe, hogy minden, amit csinálok, az fel van jegyezve, és valaki mindig lát, és valaki mindig hall, akkor az ember nem fog a bűn kezébe kerülni, azaz sokkal kisebb eséllyel fog bűnözni. Hiszen az ember olyan, hogyha azt gondolja, hogyha bemegyek a szobámba, becsukom az ajtót, lehúzom a redőnyöket, elhúzom a függönyt, akkor senki nem lát. Ez nem igaz. Az embert mindig látja valaki. Azt kezdtem el mondani, hogy ez egyrészről félelmetes, másrészről, ha belegondoltok, elképesztően megnyugtató. Elképesztő biztonságérzetet az embernek az, hogy nincs egyedül. Nincs egyedül. Egyszer egy híres rabbi, úgy hívják, hogy Steinsaltz rabbi, Even Israel Steinsaltz rabbinak hívják, volt szerencsém vele találkozni, egy igazi szent ember és egy borzasztóan nagy tudós. Egyszer elment a Lubavicsi Rebéhez, többször elment a Lubavicsi Rebéhez, mert a Lubavicsi Rebé haszidja volt, követője volt, és egyszer elment a Lubavicsi Rebéhez, és minden alkalommal általában a feleségével együtt ment, ez alkalommal a felesége nem volt vele, és akkor kérdezte a Lubavicsi Rebé tőle, hogy hol van a feleséged, akkor azt mondta, hogy most egyedül jöttem, ugye a Steinsaltz Rabbi Izraelben élt, a Lubavitch Rebbe Amerikában, és akkor azt mondta a Lubavitch Rebbe, hogy egyedül jöttem, mire mondta a Lubavitch Rebbe, hogy egy zsidó sosincs egyedül, egy ember sosincs egyedül, mindig ott van a teremtő. Te nem vagy egyedül, egyedül nem vagy soha. Ez még egyszer elég félelmetes, másrésztről baromira megnyugtató. Oké? Mindjárt mondom, hogy milyen kérdések. Jaj, kedves Anna Maria, hát jól van, jól van. Egyébként utána néztem, csak elfelejtettem. De például az egyik az is közte van, hogy milyen kérdéseket kap az ember, hogyha felér a mennyországba, hogy becsületes volt az üzletben, várta a messiást élete minden napján. Vajon várjuk a messiást életünk minden napján? Ez például egy olyan kérdés. Foglalkoztunk-e utódnemzéssel? Tanultunk-e Tórát időben? Mindig szántunk elég időt a Tóra tanulásra? Oké.
Jó, tehát a pokol tüze az ez a szégyen, amit a lélek máskülönben nem tud égni. A lélek nem fog a tűz. Biztos fogsz talizni a szülőkkel és a nagyszülőkkel? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Fogunk talizni a szüleinkkel és a nagyszüleinkkel. Szóval, hogy más tűz nem létezhet, ami a léleknek fáj, ami a lelket égeti. Csak a szégyen az a tűz. Ez egy brilliáns gondolat. Úgyhogy, ha az ember észben tartja, hogy minden, amit teszel, az... Ja, egyébként, kedves, nem is tudom, ki írta az előbb, valaki írta, Lili is írta, meg talán még valaki más, és már most félek, nem kell félnie cseppet sem, hanem az embernek először is olyan életet kell élnie, hogy ne legyen miért szégyenkeznie, ez az első dolog. A másik dolog az az, hogy olyan életet éljél, hogy minden nap tartsál önvizsgálatot, vizsgáld felül a cselekedeteidet, és bánd meg a tetteidet. Ha valaki a bűnbánatról csak annyit hagy mondjak, hogy az Isten és ember közötti bűnöket, Istentől kell bocsánatot kérni, de az ember és ember között elkövetett bűnökért, attól az embertől kell bocsánatot kérni, aki ellen a bűnt elkövetett. Tehát az nem elég, hogyha Istentől bocsánatot kérsz, hogyha valami embert például megbántottál. Kedves horgászat pergető, azt írod, hogy gyehenna. Igen, valóban a gyehenna, az egy héber kifejezés a pokolra. Abból a héber szóból származik, hogy Gehenám. Gehenám egy Henám völgye, vagy Henám völgye, az egy fizikai hely volt Jeruzsálem elől, talán egy korábbi beszélgetésen már beszéltünk. Oké. És a kutyáiddal találkozol, a kedves Károly. Hát ebben nem vagyok azért egészen biztos, hogy az állatok lelke ugyanazon a dimenzióban van, mint az embereké. Azt hiszem, hogy talán nem. Ezt nem gondolnám, ha csak nem emberi lélek lakozik a kutyádban valamelyik léleknek a reinkarnációja miatt. Oké, tehát ezt mondja Rabbi Udanaszi, hogy először is éljél olyan életet, amely dicsőséget hoz, a dicsőség az emberek szemében és a teremtő szemében, méghozzá oly módon, hogy ezt a három dolgot tarts szem előtt, Isten mindent lát, Isten mindent hall, és minden cselekedetünk fel van jegyezve. De a misna középen még mond érdekeseket. Azt mondja, hogy a kicsi micvákkal, vagy a könnyűnek tűnő micvákkal bánjál úgy, mint a nehéz, mint a súlyosnak tűnő micvákkal, hiszen az ember nem tudja a micváknak a súlyát. Nem tudja a micváknak a jutalmát. Ugye? Még egyszer. Vannak dolgok, amelyek kicsinek tűnhetnek a szemedben, de Isten szemében rendkívül fontosak, és vannak dolgok, amelyeket te nagyon fontosnak ítélsz, és Isten nem ítéli annyira fontosnak. A Talmud azt mondja, hogy Isten mindenkit olyan módon tesz próbára, Isten az embert próbára, ami az ember számára nehéz. Mondok egy példát. Ha valaki például kleptomán, akkor Isten, akkor a sors számos olyan helyzetbe fogja hozni, vagy számos olyan helyzetbe fog kerülni, ahol próbára tettetik az ő lopási kényszere. De ha az ember, ha egy olyan emberről van szó, aki hozzá se nyúlna semmihez, ami nem az övé, őt Isten nem ezekkel a módokon teszi próbára, hanem olyan módokon, amelyek számára jelentenek kihívást. Ugye, hiszen Isten számára az az izgalmas, a lélek, vagy az emberi természet polírozása, vagy pallérozása, vagy csiszolása, az olyan helyeken kell megtörténjen, ahol csiszolásra van szükség. Ugye, hogyha ha én nekem eszembe se jut hozzányúlni semmihez, ami nem az enyém, akkor felőlem itt feküdhet, ki tudja hány bankjegy az asztalon, akkor se fogok hozzányúlni, mert én nem vagyok én ember, akkor engem nem olyan módon tesz próbára a teremtő. Ezt kérdezi Doron, az egyik legnehezebb kérdés, sok embertől ebből ego kérdést csinál, pedig jó érzés. Mire gondolsz, Doron, miből csinálnak az emberek ego kérdést? Ja, hogy bocsánatot kérni. A máshoztól való bocsánatkérés. Persze, hát hogyne? Hát ez a legnehezebb. Ugye az ember képes arra, mindannyian képesek vagyunk arra, hogy a fejünkben elvégezzünk egy kis, egy helyre tegyük a dolgokat, és azt mondjuk, hogy Isten majd megbocsát, Isten elén majd ledílelem a dolgokat, Istennel majd leboltolom, Istentől nem félek, Istennel majd én egyenesbe hozom magam, én az emberektől félek. Azt mondja, a Talmud is azt mondja, hogy ha az ember úgy félné Istent, mint ahogy féli az embert, akkor az milyen jó volna, hogyha úgy félnénk attól, hogy
hogy amikor a betörő betör egy házba, akkor nem attól fél a legtöbb betörő, hogy Isten is látja, amit csinál, hanem attól fél, hogy nehogy rajta kapják emberek. Sőt, tovább megy a Talmud, azt is elmondja, hogy az emberi psziché hogyan képes ilyen kis fakokat létrehozni, így elválasztani a dolgokat egymástól. Azt mondja a Talmud, hogy milyen ellentmondás az, hogy a tolvaj azért imádkozik, hogy ne kapják el. Azért imádkozik a tolvaj ahhoz a teremtő Istenhez, aki megparancsolta, hogy lopni tilos, hogy ne kapják el. Szóval mennyire az emberi elme, mennyire képes a dolgokat ilyen módon racionalizálni, hogy majd Istennel biztos én meg tudom oldani a dolgokat. Majd Istennel kimagyarázom, csak a rendőrre kapjon el, ugye? De a valóságban Istentől jobban kell félni, mint a rendőrtől, hiszen a rendőr is csak Isten parancsára cselekszik. Az emberek is Isten akaratából vannak ott. Úgyhogy való igaz, az emberekkel való szembenézés a sokszor sokkal nehezebb, mint az Istennel való szembenézés, ugyanakkor rendkívül meg tud az ember könnyebbülni, hogyha ilyesmit csinál. És ahogy Doron is írta, sokan ebből ego kérdést csinálnak, a valóságban ez nem ego kérdés, hiszen az igazi büszke, ha azt gondolod, hogy a büszkeségeden esik csorba azért, mert bocsánatot kérsz, akkor gondolj arra, hogy milyen büszke lehetsz magadra, hogyha olyan erős, olyan tökös ember vagy, olyan erős ember vagy, hogy bocsánatot bírsz kérni. Az az igazi erős ember, aki bocsánatot tud kérni. Nem az az igazi erős ember, aki soha nem kér bocsánatot. Sokkal, sokkal büszkébb lehetsz magadra, hogyha képes vagy az emberektől bocsánatot kérni, hiszen ez egy sokkal nagyobb emberi tartásra utal, hogyha ilyesmit megteszel. Semmint, hogyha elfordulsz és szégyelsz bocsánatot kérni, vagy azt gondolod, hogy ez számodra derogáló vagy dehonestáló. Ez igaz, dolog, nagyon sokan így gondolják, helytelenül. És még rendkétek minden dolgot gondolnak az emberek helytelenül. Azért tanulunk, azért igyekszünk ezeken a dolgokon egy kicsit elgondolkodni, hogy azután ebből valamiféle praktikus következményt is levonjunk, és saját magunk váljunk jobb emberek azáltal, hogy legalább elgondol. A legtöbb ember el se gondolkodik ezeken a dolgokon. Hál' Istennek itt van nekünk ez a 3000 éves bölcselet, ami segít bennünket elgondolkodtatni ezeken a dolgokon. Jó, tehát az ember azt mondja, ne nézze az ember a parancsolatok súlyát, ne mérlegelje azt, mert nem tudhatjuk, hogy a teremtő kalkulációjában mi milyen súlyt nyom, mi milyen súlyjal esik alatba. Az emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy bizonyos dolgokat alábecsüljünk. Mindig emberi kapcsolat, mindig házasságot szoktam példaként hozni, mert a házasság jól leírja, vagy jól demonstrálja azt, hogy milyen az ember és Isten viszonya. Kedves Szilágyi Tomi, gyorsan megjegyzem, hogy ha az a másik ember nem bocsát meg, először is őszintén kell bocsánatot kérni tőle. Tehát nem elég csak azt mondani, hogy jó, bocs, tényleg őszintén bocsánatot kell kérni. A zsidó vallások aként rendelkezik, hogyha háromszor kérsz valakitől bocsánatot, de tényleg őszintén, és az nem bocsátja meg, akkor onnantól kezdve ez már nem a te bűnöd, hanem az övé, onnantól kezdve ez már az ő feladata, nem a tiéd. Oké, most akkor ott tartottunk, hogy azt mondtam, hogy az ember hajlamos arra, hogy bizonyos dolgokat alábecsüljön. Nem csak ember és Isten kapcsolatában, hanem például egy férj és egy feleség kapcsolatban, egy házasságban is. Ugye? Te azt gondolod, hogy a feleségem mindig azt mondja, hogy mindig szereti, ha én beágyazok reggel, amikor kikelek az ágyból, akkor megigazítom utána a takarót és a párnát, de szerintem ez egyáltalán nem fontos, engem ez nem érdekel, nem foglalkozom vele, rendszeresen úgy hagyom az ágyat, ahogy kikeltem benne. Apróságnak tűnik a te szemedben, de elképzelhető, hogy a feleséged szemében ez olyan dolog, ami hosszú évek alatt gyűlik, és egyszer csak felrobban, egyszer csak kirobban, mint a kuktában a gyülemlő gőz, ami gyűlik, a gőz egyre feszül, egyre nagyobb a nyomás, és egyszer csak leüti a kuktának a tetejét, és akkor kiborul a leves. Ugye? Tehát előfordulhat, hogy számodra, te ezt nem értékeled, számodra ez nem egy fontos dolog, a beágyazás, nem törődsz veled, de lehet, hogy a feleséged számára, vagy a férjed számára fordított esetben, ez rendkívül fontos dolog. Lehajtani a WC-deszkát, levinni a szemetet, mit tudom én,
apróságnak tűnik a te szemedben, de lehet, hogy a feleséged szemében. És az is lehet, hogy valami, amit te fontosnak ítélsz, őt egyáltalán nem izgatja. Lehet, hogy te nagyon fontosnak ítéled, hogy házassági évfordulóra vegyél valami nagyon szép és drágát a feleségednek, de lehet, hogy őt ez egyáltalán nem érdekli, sokkal jobban érdekli, vagy sokkal inkább érdeklik a hétköznapi apró pici dolgok, hogy abban jobban tedd oda magad. Szóval az ember nem érlegeljen, főként ugye egy házassági viszonyban ezt meg tudod beszélni, Istennel ezt kevésbé tudod megbeszélni, úgyhogy ne becsüld alá a számodra kicsinek tűnő micvákat, ne becsüld alá a számodra kicsinek tűnő parancsolatokat. Ugye ez természetesen azoknak, akik OCD-sek, vagy rá tudnak görcsölni arra, hogyha valamit nem egészen precízen a szabály szerint csináljanak, akkor ezeknek nagy problémát jelenthet, de ezért van az, többek között ezért van az, hogy a judaizmusban, a zsidóságban minden törvény, minden szabály, minden szokás egészen precízen van leírva. Ülve, ülünk, állunk, szabad-e beszélni, nem szabad beszélni, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, egészen a legapróbb nüansznyi részletig le van, minden ki van fejtve, vagy miként kell csinálni, mert szeretünk kedvébe járni Istennek, és nem becsülünk alá még a legapróbb dolgot sem. Isten számára ezek mind rendkívüli, kozmikus fontossággal bírnak. Kozmikus fontossággal bír Isten számára az, hogy én tartom-e a szombatot, hogy én mit eszek, hogy én mit beszélek, hogy én mondok-e áldást, hogy én imádkozom-e, hogy én kóser teszem-e, hogy én tartom-e a házassági tisztaság törvényeit, hogy én becsületes vagyok-e, hogy én igazat mondok-e, hogy én hogyan viselkedek a bizniszben, és így tovább. Oké, holnap innen fogjuk folytatni a második fejezet második misnájától. Kérlek, azt azért írjátok meg, hogyha van kedvetek, hogy jobb ez a fekvő verzió, vagy az álló. Hát ez nagy segítség volna. Mindenesetre most ezt kipróbáltam, úgyhogy meglátjuk, hogy kicsit nehéz a szememet a kamera felé irányítani, és akkor ne érezzétek úgy, hogy nem titeket nézlek. Ja igen, most valaki írja, a kedves Andor, hogy a megbocsátásnak két feltétele van, és a sorrend igen fontos, azt írja Andor, az egyik a megbánó őszintén magába szer és megbánja, utána őszintén bocsánatot is kér. A judaizmusban a bűn megbánásnak ennél több lépcsője van. A következő dolog, először is az ember fel kell ismerni, hogy bűnöztél, fel kell ismerni, hogy hibát követtél el. Ez ugyanúgy igaz ember és Isten között, mint ember és ember között. Tehát először is az ember fel kell ismerje, hogy tévedett, hogy hibát követett el. Ez sem kis dolog, nem alábecsülendő a legtöbb ember, vagy sokszor észre se vesszük, hogy hibázunk, nem is vesszük észre, hogyha megbántunk valakit esetleg egy szóval, egy nem odaillő megjegyzés. Jó, tehát először észre kell venni, azután meg kell bánni, ami Isten esetében bűnbánatot jelent, egy ember esetében, tehát egy embertársunk ellen elkövetett vétek esetében pedig bocsánatkérést jelent. Azután el kell határozni, hogyha következő ilyen alkalom, vagy következő ilyen helyzetben, még egyszer adódik egy ilyen helyzet, akkor nem fogom többé azt csinálni, amit korábban. A Maimonides szerint egyébként a bűnmegbánat az nem is, az visszafelé annulálódhat, hogyha az ember megint egy hasonló helyzetbe kerül és megint elköveti ugyanazt a hibát, akkor a korábbi bűnök megbánása is érvénytelenné válik ezáltal. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap este péntek van, úgyhogy Sabbat Shalom mindenkinek. Holnap este nem találkozunk, szombat este sem találkozunk, legközelebb vasárnap este találkozunk, de erről még majd küldök emlékeztetőt itt a Lekváris Zsen Facebook oldalon. Sziasztok, köszönöm szépen a figyelmet, kellemes hétvégét mindenkinek, pihenjetek, vigyázzatok magatokra, legyetek egészségesek, és lehetőleg maradjatok otthon. Üdv, szép estét!